Sziasztok, Juhász Tamás vagyok, ez itt újra a Fotósok Világa teszt videóról. Jelenlegi tesztünkben 5 darab Vanguard Align-t fogunk bemutatni, hogy ezek hogyan néznek ki, milyenek a funkcióik és hogy hogyan használhatóak. Első tesztalanyunk a Vanguard MAK233-as állványa. Ez a legegyszerűbb állványa a tesztünkben, alumínium és műanyag ötvözete. Hamarosan bemutatjuk, hogy hogyan is működik ez az állvány, illetve milyen funkciói vannak, és részletesen megnézzük, hogy ezeket hogyan lehet használni. Ezeknél a részeknél a hangot újra vettük, mert egy kicsit gyorsítottunk a videón, így is túl hosszú lett ez a 13 perc, úgyhogy megpróbáltuk egy kicsit rövidíteni azáltal, hogy ezeket a részeket felgyorsítjuk, majd a hangot újra vesszük. Itt ugye az látható, hogy milyen karokat kell kilazítani ahhoz, hogy bizonyos helyzetekben tudjuk változtatni a fej irányát, illetve pozícióját, illetve itt az látható, hogy a fogaskerekes emelővel fel lehet emelni a középoszlopot. Itt ugye kilazítva mozog előre, hátra a fej, illetve körbe azzal a lazítóval. Az állvány terhelhetőség egyébként 3 kg, súlya 1,3 kg-ot nyom, a maximális magassága 165 cm, illetve 62 cm az összeszerelt magassága. Itt láthatjuk, hogy ha ezt a gyűrűt nem szorítjuk meg, akkor eléggé instabil a felső rész, úgyhogy mindenképpen érdemes megszorítani, és így stabilabbá válik a középoszlop. Ha szétnyitjuk az állvány lábait, és meghúzzuk azt a középső részt, akkor stabillá válik a megszorított részen, illetve találunk az állvány alján egy kis kampót, amire súlyt akaszthatunk. A lábait egy egyszerű mozdulattal tudjuk kinyitni és betolni. Következő tesztalanyunk az Epson 203 AP jelű állvány. Ez hasonlóan az előzőhöz még mindig inkább az amatőr kategóriát célozza meg, viszont egy-két többlet szolgáltatást nyújt. Elsősorban kivehető és megfordítható középoszlopot jelenti, illetve van benne egy rázkódást csökkentő rész is, ez a narancssárga, ami az ütődését akadályozza meg a gépünknek, ez az állvány is hozzáállott fejjel érkezik. Hamarosan megnézzük, hogy hogyan is működik ez az állvány, milyen funkciói vannak. Közelebbről megnézve, ez az állvány már kicsit jobb anyagok felhasználásával készült. Itt ugye láthatjuk, hogy miket kell meglazítani, hogy a fejet bizonyos szögekbe állítsuk, forgassuk. Ez az állvány egyébként alacsonyabb, mint az előző társa. Ez csak 57 cm magas összecsukva, illetve 145 cm szétnyitva. A súlya az megegyezik 1,3 kg, viszont terhelhetősége csak 2 kg. Viszont az előző két év garanciához képest itt 5-öt kapunk. Láthatjuk, hogy az antisok gyűrű valamelyest teljesít, tehát egy kicsit csökkenti a rázkódást, illetve meghúzhatjuk a középoszlopot a gyűrűvel. Az alsó kampót letekerve tudjuk majd a középoszlopot megfordítani. Hátrány ennek a kampónak, hogy a menet az műanyag. Ha ezt a fejet kivesszük, illetve középoszlopot fejjel együtt, akkor tudjuk megfordítani, és így makrós módra tudjuk váltani az állványt. Ugye a lábait tudjuk nagyon egyszerűen kihúzni, illetve visszatolni. A teszt következő alanya az Alta Plus 233 átérő állványa. Itt plusz szolgáltatás, hogy a lábai tekergethetőek, így megjelenik egy tüske, tehát nem csak gumírozással használható, hanem ez a tüskével, és azáltal a terepen stabilabb lesz az állványunk. Amire szükség is van, hiszen az állvány lábait kihajthatjuk 25, 50 és 80 fokban, ezáltal a makromód kiegészül, a középoszlop ugyanúgy kivehető, és ugyanúgy tartalmaz antisok gyűrűt, ami a gépnek a rázkódását akadályozza meg, ha esetleg véletlenül kioldanánk, akkor ne ütődjön akkor át. Mindjárt megnézzük, hogy ez az állvány hogyan is működik. Itt látható, hogy az antisok gyűrű hogyan teljesít. Egyébként az állványnak az adatai hasonlók az előző kettőhöz, 151 cm magas a maximális magassága, illetve 56 cm összecsukva, súlya mindössze 1,26 kg, viszont a terhelhetősége 3 kg,
Itt látható, hogy hogyan is nyílik szét még jobban a lába. Itt az alsó pöcöknek az érdekessége az, hogy ha kivesszük, nem csak megfordítható lesz ezáltal a középoszlop, hanem ha a kampót letekerjük arról az alsó részről, és visszarakjuk a tetejére, akkor ugyanúgy megjelenik egy csavar, amire felfogadhatjuk a gépünket. Ezáltal nem csak a lábak alatt lehet a gépünk, mint ebben az esetben, hanem akár az állvány felett. Itt ugye láthatjuk, hogy megjelenik a tüske, hogyha csavarjuk azt a gumírozott részt, illetve ugyanúgy rögzíthetjük a lábait, növelhetjük. Következő állványunk a Tracker 283 AB 100-as csomagban érkezett, melynek tartalma az SBH 100-as névre hallgató panorámafej, illetve ez a Tracker LT28-as állvány. Az állvány érdekessége, hogy ugyanúgy lehet makrózni vele, viszont a lábait a 25, 50 és 80 fokon kívül már a 90 fok fölé is tudjuk emelni, ami megkönnyíti a makrózást, illetve a különleges helyzetekben is jól jöhet. Sajnos ez az állvány nem kapott vízmértéket, bár a fejben van kettő is, de ez meglepő, hogy az állványban nincs vízmérték, illetve a lába csak egy sima gumiborítást kapott, ellentétben a két olcsó kategóriájú állványa, és majd látni fogjuk a még drágább kategóriában is van tüskés lábvég, de itt valamiért nem kapott, illetve kapunk egy horcíjat is, ami szükséges is, hiszen ezt a 3 kilós állványt cipelni órákig nem egy jó feladat, illetve ha nézzük a fejet majd később, akkor látható lesz, hogy ez egy beskálázott 360 fokig beskálázott állványfej, így panoráma fotózáshoz ideális. Itt láthatjuk, hogy ez a fej egy komolyabb fej, elég precíz mozgásokat lehet vele végezni, illetve elég finomakat. Itt külön lazítani kell a mozgásokhoz minden irányban, illetve hát a gömbfej segítségével tudunk minden irányba menni. Kicsit nehézkes a cseretalpat levenni, ezáltal ugyan biztonságos lesz, de kicsit nehézkes is. Ott láthatjuk a vízmértékeket, kettő is van belőle a fejben. Azt még nem mondtam, hogy az állvány maximális magassága 173 cm, illetve 72 cm összecsukva. A súlya 3 kg, ugye amiről már esett szó, sajnos a terhelhetőségről nincsen adatunk, de úgy gondoljuk, hogy legalább egy 8-9 kg-t elbírhat. Itt láthatjuk, hogy ugyanúgy le lehet venni, ahogy az előző állványnál is az állvány aljáról azt a véget, és ezt vissza tudjuk helyezni, így már makrózni is lehet vele, de természetesen megfordítható a középoszlop is, ugye rá lehet tekerni a fejet is. Láthatjuk, hogy a lábait hogyan tudjuk emelni, illetve szétnyitni. Hát ez meglepő volt, hogy ennyire fel lehet nyitni a lábát. Bizonyos esetekben jól jöhet, egyedül az a gond ezzel az állványjal, hogy a lábak végén nincs tüske, egyébként egy teljes értékű állvány volna terepre, de így is jól használható. A teszt utolsó darabja az Alta Pro 263 AGH jelű csomagban érkezett, melynek tartalma a 263 AT jelű állvány, illetve a GH 100-as fej. Ez az állvány a legsok oldalú és egyben a legdrágább állványa a Garnak tesztünkben, egy TIPA díjat is nyert 2009-ben, és úgy gondolom, hogy méltán nyerte. A legsok oldalú, illetve a legkülönfélébb helyzetekben is használható. Be fogjuk mutatni azokat a helyzeteket, szögeket, amikben használható ez az állvány. Ez is szintén makrós állvány, kapott a lábak végére tüskét is, kapott vízmértéket, illetve kapott egy skálázást is panorámafotókhoz, illetve a makró módja nagyon érdekes és különleges. Ezzel a karral tudjuk oldani a fejet bármilyen irányba. Hamarosan megnézzük, hogy hogyan is használható makromódban ez az állvány. Itt látható, hogy stabilizálni is tudjuk a fejet, és akkor csak úgy tudjuk mozgatni ezt a pisztolyszerű kart. Benyomjuk. Az adatokról még nem esett szó. Az állvány 174 cm magas, illetve 72,5 cm magas összecsukva, a súlya 2,6 kg, illetve
terhelhetőségről nincs adat, de valószínűleg 5-6 kilóig mindenképpen terhelhető, ha nem többig. Itt látható, hogy az állványfejbe is be van építve egy vízmérték, nagyon ötletes módon, csak kár, hogy nem mindig látszik. Ugye az előbb láthattuk, hogy a fejet hogyan tudjuk körbe tekerni, vagy akár stabilizálni is, hogyha beállítottuk egy bizonyos pozícióba. Magát a kart is el tudjuk forgatni, ezáltal bizonyos helyzetekben kényelmesebb a használata. Itt látható, hogy a középoszlop kapott egy antisok gyűrűt, ezáltal a rázkódások csökkennek, illetve a középoszlopot egy bizonyos magasságig felhúzva és egy pöcköt benyomva alul az állvány középoszlopát tudjuk mozgatni bizonyos irányokba. Itt ugye el is kezdett dőlni. Stabilizálhatjuk azzal a karral az állvány fejet, így bizonyos szögekbe megállíthatjuk. Ha meglazítjuk, visszább tolhatjuk, és ezáltal közelülhetjük egy témához, vagy akár egy bizonyos szögből egészen leengedhetjük a fejet a talajszintig. Persze ezzel együtt az állvány lábait is még jobban szétnyithatjuk, hogyha szükség van rá. Ugye az előző állványokon látható módon ugyanúgy használható ez a funkció is. Itt kapott egy tüskét az állványláb vég, illetve ugyanolyan módokon lehet az állvány lábait kihúzni, illetve visszatolni. Még érdekessége, hogy akár körbe is foroghat 360 fokban az egész fej, illetve akár le és fel is mozoghat az egész. Tehát nagyon kreatív mozgásokat tesz lehetővé ez a rendszer. Köszönöm mindazoknak, akik megnézték a videót, remélhetőleg a jövőben is sok érdekes tesztet fogunk nektek bemutatni. Sziasztok!